Elkezdtük a felkészülést az akadémiai egyes csapattal, ugye az U18-as társaság lesz idén. Az első nap, tehát ma egész nap itt töltjük az arénát, vagy a magvasiba, a konditerembe, felmérésekkel, gyógytornászok, erélléti edzők vannak a mai napon elsődlegesen munkában, mi csak az adminisztrációs dolgokat végezzük. És hát amit a módszertani központnak, aki az akadémiáknak felméréseket, teszteléseket, amiket évközben is el kell végezni, ugye most a felkészülés elején megnézzük, hogy a lányok milyen állapotban vannak, a testösszetételüket vizsgálgatjuk. Nagyon kevés idő volt, de 3 hét teljes pihenőt adtunk a lányoknak, 2 hétig otthoni munkát, egy kis futómunkát, illetve mobilizációs munkát végeztek. Egy 8 hetes felkészülésünk van a bajnoki rajtig. Ez az első hét egy rávezetés, ugye lesz még maxerő felmérés, tehát igazándiból tényleg ez a hét csak egy ilyen rávezetés, és utána kezdjük jövő héten az érdemi munkát. Egy hetes edzőtáborban veszünk majd részt, 6 hét edzőmérkőzés szerepel a felkészülés alatt, tehát így áll a nyári program. Az NB1-bés felnőtt mezőny nagyon nagy feladatot fog nekünk idén jelenteni, hiszen a csapat összetétele jó, hiszen minden poszton vannak jó játékosok, vannak jövőink, szervező irányítóink, tehát a társaság összetétele jó, azonban azért a felnőtt bajnokság ez komoly feladatot fog jelenteni idén. Az ifjúsági első osztályban mindenképpen célunk az, hogy ott legyünk a legjobbak között, tehát a rájátszásban szeretnénk mindenképpen részt venni. Ehhez így a nyáron próbáljuk a megfelelő alapokat letenni. Nem tudjuk, hogy mi lesz a helyzet, úgy készülünk, hogy végig tud menni a szezon, de számolnunk kell bármivel, és nem tudhatjuk tényleg valóban, hogy el tudnak-e menni iskolába, mi lesz ősszel, de úgy állunk neki, mint tavaly, hogy egy nagyon jó felkészülést szeretnénk, hogy a bajnoki rajtra megfelelő állapotban, jó állapotban legyenek a lányok. Volt 3 hetünk, ami aktív pihenő volt, utána kaptunk 2 hetes otthoni edzőstervet, ami a meleg miatt volt igazából nehéz, de mindenki kitartott és mindenki maximálisan teljesítette. Újult erővel kezdünk edzeni, és a célunk az ifjúsági bajnokságban az első vagy a második hely megszerzése, az NB1-ben viszont a bennmaradás.